kedves nézőim, a mai adásomba egy kis csavart teszek bele a klasszikus magyar almalevesbe. Erősebb narancsos ízt fogunk belecsempészni ebbe a levesbe. Először készítünk egy redukciót. A redukció azt jelenti ilyenkor, hogy kevés folyadékban, ilyenkor vízben egész fahéjat, illetve szegfűszeget beleteszünk. Ezt általában azért szoktam csinálni, hogy amikor esszük a finom levest, akkor nehogy valaki ráharapjon egy ilyen fahéjra, szegfűszegre, nem az íze miatt, hanem a fogsorunk miatt. Feltettem a redukciót főzni, a megpucolt almákat, ilyen egyszer egy centis kockákra szoktam fölvágni. Ha valaki előtte megpucolja az almát, egy picit citromleves ízbe tegye bele, mert akkor nem fog szépen megbarulni, hanem megmarad a gyönyörű szép fehér színe. Az a jó ebbe az almába, hogy ez nagyon sok mindenre alkalmas. Először is téli vitamin pótlásaként. Nagyon nagy kultusza van az egész világon. Sültekhez adni, köretként, főzelékként. Mint tudjuk, Magyarországnak van egy szegmense, ahol az almát kimondottan nagy szeretettel termesztik, ez pedig fent Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe, szatmári részen, illetve a beregi részen rengeteg alma termő település van, Szamosújlak, Netán, Kisfaluka, de Cégénydányád, Gyügye, ahol finom almákat lehet venni. Egy kis eredeti narancslevet is már csepegtettünk bele. Teszek hozzá cukrot. Aki édesebben szereti, akkor az édesebbet, többet tesz bele. Teszek bele egy csipetsót, ez nagyon fontos ennél a levesnél. Illetve egy picike vaníliás cukrot is még pluszba teszünk hozzá. És szépen hagyom főzni. A redukció akkor jó, amikor kevés vízbe tesszük fel, mert jó koncentrátum lesz, és ezáltal majd csak a levit fogjuk hozzáadni a levesünkhöz, az almaleveshez. A gyümölcsleveseknél el kell mondanom, hogy többfajta sűrítési eljárást. Van a klasszikus régi, a liszt tejfölös avarásos eljárás, de most már azért a lisztet ki lehet váltani egy kukoricakeményítővel, egy pudinkkal, egy vaníliapudinkkal. Gyümölcsleveseknél lehet egy megypudingot, szamócapudingot hozzátenni, vagy egy nagyon fontos, a saját anyagába. Amikor főzzük így a levest, kiveszünk belőle és leturmixoljuk, és későbbiekben utána visszahelyezzük, és nem kell külön semmilyen másfajta alapanyaggal sűríteni. Nekem itt felforrt a redukció, és hozzá fogom önteni a leveset. Megcsináljuk hozzá a habarásunkat, a sűrítésünket, vanília pudinggal. Mint azt már említettem a kedves nézőknek, jól simára tudom kavarni a tejszínnel a pudingot. Elő szokott az fordulni mostanában, hogy kipelyhedzik a gyümölcsleveseknél a habarás, nem probléma. De ha valaki erre nagyon allergiás, akkor előtte turmixol, jól összeturmixolja, vagy egy picike tejfölel még besegít neki, de ez nagyon jó lesz így. Ilyenkor leszoktam húzni a tűzhelyről, mikor sűrítem. Megint jön az a klasszikus eljárás, amit már az előző adásaimban meséltem, hőkengyélitek. Ez azt jelenti, hogy levesnek a levéből hozzáöntök a sűrítő anyagunkhoz, itt például a habaráshoz. Gyorsan elkeverem hozzá. Visszateszem egy pár pillanatra, fel fog nekünk ez rottyanni, és hozzáöntöm a narancslevünket. Kedves nézőim, jó étvágyat kívánok hozzá, próbálják ki otthon önök is.